Mészáros Muki Erzsébet volt itt a LMP társelnöke, de hát nagy az LMP-s forgalmi nálunk, úgy látszik, viszont van mondani valójuk is, én úgy gondolom. Most rögtön azt kérdezném, hogy milyen üzenettel érkeztetek Veszprém megyébe, vagy Ajkára pontosabban, mert tudom, több helyen is. Igen, ugye folyik egyszerre két kampány, az önkormányzat és az Európai Parlament, és indulunk mind a megyei választáson, mind pedig az Európai Parlamenti választáson, és azért vagyunk itt, hogy mind a kettőnek kampányoljunk, hiszen vannak olyan dolgok, amik a kettőben egyeznek, a lokális szinten, meg az európai szinten, ilyen például az, hogy meg kell védeni Magyarország természeti értékeit, és nem lehet a nyugati vagy a keleti tőke oltárán feláldozni az ivóvízünket, vagy a termőföldünket, vagy a levegőnket. Mi az, amivel mozgósítani lehet mondjuk a ajkaiakat, hogy az LMP listáira vagy listájára szavazzanak, vagy jelöltjére szavazzanak? Szerintem Ajkán élőknek is fontos, hogy mind az Európai Parlamentben, mind a megyei közgyűlésben józan, normális ellenzék legyen, aki nem mond túl nagyokat, nem ordibál folyamatosan, aki ellenzi a kormányt, amikor a kormány hülyeséget csinál, de támogatja, amikor nem hülyeséget csinál, és a dolgokhoz úgy viszonyul, hogy mindent megnézem magáért, nem pedig pártpolitikai alapon. Ez érdekes gondolat, ez egy kicsit innen, egy kicsit onnan, majd visszatérünk a későbbiekben. Elég érdekes véleményt alakított ki mondjuk az LMP a budapesti politikai környezetet illetően, most kicsit bonyolultan fogalmaztam. Ez a vörös polip szemlélet, ugye ez nem egy új keletű kifejezés, de inkább a kommunistákat szokták színni vagy beállítani színben. A városháza, a fővárosi városháza tényleg ilyen vörös színezetű egyének? Hát ha már fővárosi politikáról van szó, az Ajka... Az ajkai politikát mondjuk nagyjából... Nem ismerem az ajkai politikát, bevallom őszintén. Ne ismerjünk be akkor. Nem ismerem a helyi viszonyokat mélységében, a budapesti viszonyokat ismerem. A budapesti közlekedési vállalat, ami az egyik legtöbb embert mozgató vállalat Magyarországon, annak a vezetésére Draskovics Tibort választotta ez a városvezetés, aki a Gyurcsány kormány korábbi pénzügyminisztere volt, akinek semmilyen közlekedéssel kapcsolatos tapasztalat. Viszont jó szervező. Igen, mondjuk a pénzügyminiszteri időszaka nem örvend feltétlenül nagyon jó megítélésnek, ebben persze benne van a globális gazdasági válság, meg egyéb szempontok is voltak terelő tényezők, de nem örvend feltétlenül közszeretetnek, de emellett semmilyen közösségi közlekedéssel kapcsolatos tapasztalata nincs, és hát azért látszik az, hogy a Városháza nem a politika megújítását végzi, mint ahogy sajnos sok ellenzéki kollégánk nem a politika megújítását végzi, hanem ugyanazokat a dolgokat mondja újra meg újra, hogy egy aktuális országos politikai dolgot mondjak. A Demokratikus Koalíció azt állítja, hogy az Európai Parlamenti választáson, hogyha jó eredményt ér el a Demokratikus Koalíció és a Fidesz rossz eredményt ér el, akkor előrehozott választásokat lehet tartani. Vannak ilyen hangok, igen. De hát ez egy badarság. Aki ezt mondja, hazudik az ajkaiaknak. Magyar Péter is ezt mondja. Tehát ez egy badarság. 2004-ben ön pontosan tudja, hogy ki nyerte az európai parlamenti választást, a Fidesz. És 2006-ban ki nyerte utána az országgyűlési választást, az MSZP. 2009-ben a Fidesz nyerte az európai parlamenti választást, és mégis nem lett előrehozott választás, hanem kitöltötte a parlamenti ciklusát. Tehát... Na jó, a történelem az, amiből Hegel szerint sem a kormányok, sem az emberek, sem az államok, senki nem tanul ez a történelem. Cicero szerint meg a történelem az élet tanítómester, ugye? Hát a kettő között ingadozunk szerintem általában, de ha nem a múltból indulunk, hanem a jelenből, és rá is említjük meg a dolgok súlyát, akkor ugye például azt mondhatjuk Dornel Lajossal szólva, hogy nem csak közlekedésből áll Budapest, hanem vannak ott más problémák is, amiket meg kell oldani. Tehát környezetvédelem, közigazgatók, iskolák és a többi orvosi egészségellátás. És a Vitézi Dávid szerintem olyan monokultúrásnak tűnik, bocsánatnak kifejezését, hogy mindig a közlekedést emlegeti, holott, vagy azt mondja, hogy Karácsony meg nem csinál semmit. Tehát ez a két állítás van, azt hiszem. Az előbbi szerintem nem így van, hiszen nagyon sok programpontja van kulturális. Jó, van egy 100 pontos. Igen, abban van kultúra, abban van szociálpolitika, abban van lakhatás, abban van területrendezés. A másik pedig, hogy csak egy dologra emlékeztetném még az ajkaiakat. Karácsony Gergő volt ugye az, akit elütötte a villamos, tehát aki azt mondta, hogy ő nem fog visszalépni
Márki-Zay Péternek, aztán visszalépett Márki-Zay Péternek, amelynek részben az eredménye a negyedik kétharmad lett. Sokan csalódtak Márki-Zay Péterben, Karácsony az egyik. Hát én mind a kettőjük bevallom. Olyan jókat mondott eleinte, aztán kiderült a stílusa, a gondolatvilága. Akkor egy dolgot elmondanék önnek, vagy elmondanék neked. Én az elejétől kezdve szkeptikus voltam Márki-Zay Péterrel, és ebben engem igazolta az idő. Hát igen, azt mutatják a mai viszonyok, hogy nem igazán rúg labdába, legalábbis ilyen szinten biztosan nem. Hódmezős vásárhelyen még hallgatnak rá, meg hát sok helyen van egy mozgalom, mindenki Magyarországa mozgalom, vagy már párt is talán, nem tudom. Párt is, és választáson is. Tehát azért egy kicsit előlépett, de megrekedt egy bizonyos szinten. Most ha már az előbb szóba hoztad, a Magyar Péter jelenségről mi a véleményed? Magyar Péter azt mondta magáról egy 3 hete, hogy ő egy válságtünet. És szerintem ebben neki nagyon igaza van. Őszinte beismeri. Ez ebben nagyon igaza van, és ez mások is mondják. Önreflexív mondat, és szerintem ebben van igazsága neki. Ja, hát válságtünet volt még a nagy gazdasági világválság is, nem? És akkor hát az nem egy válságtünet volt, ez egy válság volt önmaga. Tehát akkor az, hogy Magyar Péter egy válságtünet, az enyhíti egyébként. Nem válság, hanem csak a tünet. Tehát nem nála kell keresni a válságot. Nem önmagában a kiváltó oka annak, ami most történik. Van egy nagyon nagy elégedetlenség nagyon sok ellenzéki választópolgárban az ellenzék állapotát illetően és az ellenzéki státuszkót illetően. És dühötten ezt a státuszkót fel akarják borítani, és ennek a eszközeként találtak meg Magyar Pétert. Igen, most én úgy vélem, hogy lehet, hogy túlságosan leegyszerűsítem, de háromféle gondolkodás alakult ki a közéletben, a politikai térben, biztos főbelülnek engem a politológusok, ha ezt hallanák, de egyik, aki a Fidesz híve, annak a politikáját dicsőíti, vagy dicséri, vagy képviseli, a másik a baloldal, vagy ellenzék, ahol már lehet egy kis distancia egyes pártok között, de mondjuk így a baloldal. A harmadik pedig mondjuk a Magyar Péter által képviselhető, egy kicsit onnan, egy kicsit minden, és akkor mi egyszerű választók például az urnákhoz megyünk, és nem párt preferenciák alapján, hanem gondolatok mentén szeretnénk szavazni, hová voksoljunk? Mi az a döntő tényező, az érzelmieken kívül, mert nyilván így dönt a választó, de mi az, ami megfontolandó, mielőtt behúzzuk az X-et, mondjuk az európai parlamenti választáson, hogy melyik párt lehet az, amelyik a legközelebb áll hozzánk. Persze mindenki döntse el maga, de mit javasolnak? Hát az arra pártra szavazanak, amelyik komolyan veszi a választópolgárokat, és nem beszél badarságokat. Tehát aki azt mondja, hogy egy darab LP választással vagy megyei választással meg lehet állítani Brüsszelt, illetve a előrehozott választást lehet kieszközölni, illetve meg lehet változtatni a világ folyását, az nem veszi komolyan a választópolgárok. Önt is néha úgy látom, vagy téged is, bocsánat, ez vegyes teljesen, úgy látlak, hogy sokszor képviselsz olyan gondolatokat, amik inkább a Fidesz-re jellemzőek, és sokszor olyat, amit pont ellenkezőleg ellene mennek. Sokan fölvetették már önnek az első családi kapcsolataidat. Most feltéve, de meg nem engedve, és most ne haragudj meg, csak egy gondolatkísérlet, hogy egy családi ebédnél összejöttök, és megbeszéltek, hogy mi lenne a legjobb most a, mondjuk a Fidesznek, hogyha kifüstölnék az utolsó ellenzéki fészket, a fővárosi városházát, és milyen stratégiát kövessünk. Péter, te támad meg őket, hogy ők örösök. Akkor engedelmeskedve ennek a felkérésnek? Először a kérdése első részére reagálnék, hogy néha olyat mondok, ami egyezik a Fidesz álláspontjával, néha olyat, ami ellentétes. Hát szerintem mindenki így van vele, aki nem a Fideszből gondolkodik, aki nem az alapján gondolkodik, hogy mit mond a Fidesz, és vagy akkor is talán szemek. Fidesz is mondhat jót néha. Hát mindenki mondhat jót, a DK is mondott valamiben jót, a Fidesz is mondott valamiben jót. Mindenkinek tud igaza lenni. Nem azt kell nézni, hogy ki mondja, hanem azt kell nézni, hogy mit mond. Mondok olyat, amivel te is egyet fogsz érteni, és fideszes állítás, hogy a beltéri dohányzást betiltották például. Most csak egy példát mondom. Üldözzük a pedofiliát. De mondok olyat, amit a demokratikus koalíció mond, és igaza van. Például nagyon helyesen teszi szóvá a demokratikus koalíció hetente, hogy a miért kapott kegyelmet Kárendre, ezt a mai napig nem tudjuk. Tehát igazság az nagyon sokszor
egy része mindenkinél van. A családi ebédes kérdésem egy kicsit elsépeltnek érzem, és valahogy azt érzékelem, hogy mondjuk, ha már itt tartunk és említettük ezeket a pártokat, Donát Anna vagy Dobrev Klára nincs megkérdezve a nagyszülők vagy a egyéb rokonok kapcsán, hogy ez milyen politikai dolgot jelent, vagy... Hát a Dobrev Klára esetében elmondhatjuk, hogy nem esett messze a fájától, az ön esetében viszont nem. Szerintem Dobrev Klára visszautasítaná azt, hogy ő nem esett messze. Az így képetesen értettem, nyilván nem egy az egyben kell az állításokat lenni, mert mondjuk a bal oldal megmaradt. Hát igen, de azért nem biztos, hogy a... most hogy vélekedne az Európai Unióról? Ki tudna, hogy... De szerintem Apró Antal nem egy átlag baloldali gondolkodó, hanem ennél picit több felelősség terheli talán. A szülőkérdést törünk akkor. Úgyhogy ez csak... De válaszolok rá, mert ha érdekel. De ez most napi kapcsolatot jelenthet, tehát, és egy nagyon reális szituáció szerintem, hogy az ember ebédel, mindenki, és beszélgetnek ebéd közben. És hát nem vesznek össze, gondolom, mert... Vagy szoktak együtt ebbe, szoktak át? Természetesen. Nem veszek össze, mint egy átlag magyar család, hogy nem beszélek veled, mert... Szerintem szomorú, ha az átlag magyar család összeveszik azért, mert... Nem átlag, de biztos, hogy csak... Mert ellentétes vélemények vannak. Azért az nem igaz, hogy én vagyok az egyetlen Magyarországon, akinek az anyja fideszes. Tehát azért így vagyunk az én generációmból ebből egy pár. Persze, nagy neveket is sorolhatnánk, a Zsilinszky testvérek, a... Jeszenszky, apja, fia... Magyar Péter és a testvére, ugye most kiderült, hogy a NER-nél kommunikátor. Tehát hogy ezek komplex dolgok, amúgy... Higgyel, nem kellett édesanyámtól meghallgatnom, hogy mi a véleménye Karácsony Gergelyről. Szóval se hozzák ezeket. Ahhoz, hogy tudjam, hogy mi a véleménye Karácsony Gergelyről. Ehhez nem kell külön meghallgatni, mert ezt ki tudtam magamtól következtetni. Úgyhogy ez ebből a szempontból nem teljesen új. Azt viszont gondolom, hogy tehát meg kell próbálni egymást megérteni. Mégiscsak együtt élünk ebben az országban. És nem jó ez a folyamatos háborúskodás. Amúgy ebben a Fidesznek van a legnagyobb felelőssége, hogy folyamatosan növeli a háborúskodást, és az embereket szétszakítja a politikával. És ebben szerintem nekik van a legtöbb felelősségük, de nem jó ez a folyamatos háborúskodás. Hát igen, és ezzel tökéletesen egyetértek, és elkészült a jövő heti számaszám cikkem már, jegyzetem az a címe. Elolvastam. De már a jövő heti, nem ez a most megjelenő, hanem még azután az emberi méltóságról szól, hogy például hogyan lehet ezt figyelembe venni ilyen zűrzavaros politikai helyzetben, ami most fölkavarodik a kampányra. De teljesen igazad. Tehát az, hogy arról kell beszélni, hogy Magyar Péternek női napszövege van-e vagy nem, mintha ez egy fontos közügy lenne. És bizonyos rétegén ez ül. De a másik oldalára is meg tudom mondani. Emlékszel arra biztosan, amikor a Klubrádióban lekurvázták a Varga Juditot, meg a, azt hiszem, meg a Novák Katalint is egy ilyen szerkesztőségi cikkbe. Az is szörnyű volt, oda-vissza lehet rettenetesen méltatlan. Egyszer belehallgattam Kossuthnak a műsorába, olyan beszéljük meg jellegű műsor, és betelefonálós, hát ahogy elszabadulott a indulat, meg a pokol, egyes betelefonálók részéről, hát el kell kapcsolni az adatokat. Csak azt akarom mondani, hogy sajnos az tehát a probléma, csak... hogy ez nem egy magyar sajátosság. Tehát ez egy világ tendencia. Ez az Egyesült Államok. A helyén kell értékelni. Nemrég néztem az Egyesült Államokban vitát a 90-es évektől, azt hiszem a Clinton-Bush-t, tehát az öreg Bush és a Clinton vitáját, és még idejük volt válaszolni. Hosszú kifejtős kérdések voltak, szakpolitikai kérdések. Ma milyen egy amerikai politikai vita? 15 másodpercen kell egymást ócsárolni. Tehát az egész világban sajnos a közösségi médiának nagyon sok negatív hatása is van, és ez egy olyan negatív hatás, amivel együtt kell élnünk, hogy a politika így... Igen, de esetleg megpróbáljuk gyengíteni a hatását, hogy elvenni, vagy nem használni legalábbis ilyen eszközöket. Persze, az egy súlyos probléma, hogy közpénzt költenek arra, hogy ez még rosszabb legyen, csak mondom, hogy az alapvető tendencia nem magyar sajátosság. Ad-e vagy adsz-e valamilyen esélyt annak, hogy mondjuk 20-30 év múlva Magyarországon kialakul a kétosztatú politikai. Már kétosztatú politika. Már kétosztatú. De hát az ellenzékhez képest jobban gyepálja egymást, mint a kormánypártok. Hát de 22-ben is kétosztatú volt. Hát, vagyis az egyik oldalnál a Fidesz, jobb oldal, a másik oldal meg a jobb oldal, a konzervatívok, meg a liberálisok. Ez nem teljesen kétosztatú. Most lehet ilyen tankönyvi politológiai leírásokat? Röviden. Adni, de a baloldal mindig az, ami reál existíren, de baloldal, ahogy Honecker elvtárs mondta. Tehát
az a baloldal, ami éppen létezik, hát akkor az volt a baloldal egy jobboldali jelöltel. Számít arra, hogy LMP és képviselőbe jut az Európai Parlamentben? Igen. Számít az arra, bocsánat. Semmi gond, most már ezt engedjük el. Igen. Legalább egy, ugye? Mondom. Egy, igen. És ha már tippelésnél tartok, az újonnan felbukkant Iszapárt szerinted? Nagyon jól fog szerepelni. Számokat nem mondjunk, én azt mondom, mert az csak számunk érhető lenne, de bízunk a jövőben akkor. És további kerelmes kampányást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm.